A Bátmanostori könyvtárat 2013-ban újították fel, az új polcokra a legfrissebb kiadások kerültek. A jelenleg mintegy 6000 példányos könyvállomány folyamatosan bővül. A kistérségi szolgáltató rendszer pedig biztosítja az ingyenes kölcsönzést, a folyóiratolvasó és az internet használatát, valamint a nyomtatást is, szintén díjmentesen. A könyvtáros azt mondja, legtöbbször a fiatalok fordulnak meg itt. A könyvtár lett a közösségi szintere Bátmanostornak. A központban is van, az iskolabusz itt áll meg, a gyerekek suli után ide szoktak bejönni. A szülők itt várják a gyerekeket, vagy ide hozzák őket. Rengeteg programmal tudunk szolgálni. Hétvégente általában játszóházak vannak. Az 5000 főnél kisebb települések 60%-án már felújították a könyvtárakat. A Bajai Városi Könyvtárnak közművelődési intézményként feladata is, hogy minden korosztály számára szervezzen rendezvényeket. Ezeknek egy része minden évben ismétlődik, így az Internet Fiesta, a Költészet Napja és az Országos Könyvtári Napok programja állandó. Úgymond megszokott rendezvényeink, kedvelt rendezvényeink, amelyeket valamilyen úton, módon folytatunk, mondjuk amit a képes úti beszámolókat volt évek óta nagy sikerrel. Most egy kicsit megújult formában, nem a szerdai napon, hanem hétfői napon, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy szinte egész évre már összeállt a vetítők a beszámolót adóknak a névsora. A kultúráért felelős államtitkár szerint az emelkedő látogatószámok és a jegy eladások mögött tudatosság és sok munka áll, ami a szakterületen dolgozók közös eredménye. Az elmúlt 6 esztendőben 30%-kal 3600-ról 4750-re emelkedett az előadások, hangversenyek száma, bővült az előadóhelyek, valamint a nemzetközi versenyek köre is. A kiállítások száma és látogatottsága 2011-hez képest 13%-kal emelkedett az elmúlt esztendőkben. A vidéki fesztiválok megrendezésére a kormány 500 millió forintos alapot különített el, a Modern Városok program keretében pedig a települések infrastruktúrális feltételein javítanak.